Vasárnap óta immár másodjára éri dróntámadás Moszkvát, közölte a főváros polgármestere. Szergej Szobjanin arról beszélt, hogy az orosz légvédelem több drónt is lelőtt, az egyik viszont nekiütközött egy felhőkarcolónak. Bár a támadásokban értesülések szerint senki nem sérült meg, a moszkvai repülőteret ideiglenesen lezárták. A történtek után Vlagyimir Putyin fogadta az orosz szenátus házelnökét is. Dmitrij Peszkov nem kommentálta az esetet, de elismerte, hogy tudatában vannak a fenyegetettségnek. Az orosz védelmi minisztérium ukrán terrortámadás kísérletének minősítette az esetet. Eközben Ukrajnában továbbra is folynak a harcok. Az ukrán hatóságok több olyan videót tettek közzé, ahol állításuk szerint csapataik előre nyomulnak. Ukrajna helyettes védelmi minisztere elmondta, az oroszok fő célja az, hogy eltérítsék az ukrán csapatokat Bakhmut közeléből, ahol katonáik sikeres harcokat vívnak. Horváth Gáborral beszélgetünk tehát az orosz-ukrán fronton történtekről. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! No, hát mondjuk, hogy egy forradalmen új aspektusa a háborúnak az, hogy bár voltak a határmenti villongások, már átcsaptak ilyen partizán csapatoknak is nevezhető ukránok által támogatott erők az orosz oldalra, de azért a Moszkvát ért most már második dróntámadás, az eléggé szokatlan és nem várt esemény, nem? Mit gondolsz erről? Igen, de ez még mindig csak egy ilyen demonstrációs eszköz, tehát ennek igazi katonai jelentősége nincsen, lélektani hadviselés zajlik. Mindenesetre az, hogy két napon belül, vasárnap és kedden kétszer eltalálták ugyanazt a felhőkarcolót, az azt mutatja, hogy az ukránoknak vannak bizonyos képességeik. Igazán érzékeny célpontokra nem tudnak ilyen mélyen Oroszország területén belül csapásokat mérni, tehát nincs arról szó, hogy ők ki tudnak egyensúlyozni azokat a károkat, amiket az orosz támadások okoznak Ukrajnában, de minden esetre valóban az, hogy Moszkvát, Oroszország fővárosát elérik, az mindenképpen érzésértékű. Céljuk lehet-e egyáltalán, mert hogy az akár tovább is eszkalálódhat a háború szempontjából, hogyha ők elkezdik, mert mint hogy az ukránok Moszkvát ilyen mértékben, vagy talán nagyon mértékben támadni, nem? Tehát az, hogy jelzésértékű, itt vagyunk, kell azért egy kicsit tőlünk tartani, ez egy dolog, de ez meddig tartható, és nem fogja ez magától generálni azt a helyzetet, hogy még nagyobb volumenű legyen a támadás. A veszély fennáll valóban, de ukrán szempontból nagyon nehéz elképzelni, hogy mit lehet még eszkalálni ezen a háborún. Tehát az atomfegyvert leszámítva az oroszok gyakorlatilag mindent bevetettek, amelyük van. Az ukránok úgy érzik, hogy az atomfegyvert azt valószínűleg nem fogják bevetni az oroszok, tehát ők viszonylag keveset kockáztatnak, viszont egy politikai változást szeretnének elérni Oroszországban, tehát az, hogy az orosz közvélemény elől ne lehessen letagadni azt, hogy voltak éppen mi folyik Ukrajnában. Mennyire lehet, letagadni a közvélemény előtt azt, amikor azt látjuk, hogy még nagyobb számban hívják be a férfiakat ugye a hadseregbe, most ugye az látszik, hogy van egy új mozgósítási törvény is például, tehát ezt már nem lehet elkerülni, ha elviszik a fiamat, az egyértelműen érint engem is, vagy még mindig meggyőződésből gondolkodnak a lakosság részéről a háborúról, mint olyan, vagy az orosz kommunikációnak megfelelően? Hát ugye az orosz lakosságnak egy nagyon jelentős része, még jelentősebb része, mint Magyarországon az állami televízióból tájékozódik. A televízió különben is Oroszországban egy kiemelt kommunikációs forrás, vagy hírforrás, sokkal inkább, mint Magyarországon vagy Európában. Így aztán az orosz közvéleményt az nagyon nehezen lehet elérni valós információkkal. Egyébként nincs teljes mozgósítás Oroszországban. Az ukránok mondogatják, hogy az oroszok előbb-utóbb rá fognak kényszerülni, de Putyin ezt megpróbálja elkerülni, mert hogy az előző mozgósításnak is meglehetősen negatív visszhangja volt. Már a virradó éjszaka kb. 10 vagy 11 kiegészítő parancsnokságot gyújtottak fel Oroszország területén, amik ugye a bevonultatást intézik. Úgyhogy az orosz lakosságnak biztos van egy része, amelyik ezt nem kedveli ezt a dolgot, speciál azok a fiatal férfiak, akiket éppen be akarnak hívni. Mi volt előbb? A ukrán ellentámadásnak az erősödése és ennek eredménye, Putyin, mint hogyha kicsit békülnékenyebb hangot ütött volna meg, vagy legalábbis igyekezne már a béketárgyalások irányába is lépéseket tenni, vagy most már arra hivatkozik, hogy most éppen csak azért nem lehet, mert az ukránok támadnak. Tehát, hogy az ukránok megérezték Putyin gyengeségét, vagy megtalálták az orosz csapatok, az orosz-ukrán fronton gyenge pontjait, és ezt próbál kihasználni, vagy pedig Putyin reagált erre, és érzi, hogy egy
picit szorul a hurok, és mondjuk úgy, hogy nem szeretne további területeket elveszteni az eddig elfoglaltakból, és most szeretne gyorsan egy tűzszünetet. Mind a két variációban van logika, tehát a felvetés teljesen jogos. Ugye ukrán részről valóban megindult az ellentámadás, de ez nagyon lassú, sokkal lassabb, mint ahogy akár az ukránok, akár a nyugati szövetségeseik számítottak erre. Nyilván ennek is vannak tanulságai. Orosz részről pedig azt szeretnék elérni, hogy eleve most ott vannak, amit szerettek volna. Övék a Krím, övék Kelet-Ukrajna jelentős része, és a kettő között egy szárazföldi folyosó az Azovi-tenger partján. Ha ők ezt meg tudják tartani, akkor ők elérték azt, amit igazából szerettek volna. Ez az úgynevezett új Oroszország, ez tényé válik, és az orosz feltétele az egyébként, hogy Ukrajna ismeri el a új területi realitásokat, és akkor lehet tárgyalni a békéről. Ez nem új felvetés, és én nem gondolom egyébként, hogy Putyin ezt most különösebben komolyan gondolta, hogy az afrikai országokkal való csúcstalálkozó kapcsán próbálja demonstrálni, hogy hát nem rajta múlik ez az egész dolog, és próbálja Ukrajnára hajtani a felelősséget. Az ukránok meg azt mondják, hogy hát oké, persze, tárgyaljunk a békéről, tessék először hazamenni, és utána minden rendben lesz. Na, erről fogunk a szünet után beszélgetni, mert ugye Szaúd-Arábiában lesz egy csúcs találkozó, ahol a békéről fognak majd tárgyalni, nem Oroszország és Ukrajna, hanem európai országok és akár az Egyesült Államok is. Most tartunk egy reklámszünetet, és utána folytatjuk Horváth Gáborral a beszélgetést. Folytatjuk is háborús összefoglalónkat, amelyben egyébként most vannak is aktualitások, azon túlmenően, hogy ugye folyamatosan zajlanak a harcok a fronton, nem mindig tudunk mindig új eseményekről beszámolni, most viszont ugye ott hagytuk abba a reklám előtt, és köszöntöm Horváth Gábort, a Népszava újságíróját folytatólagosan is a beszélgetésben, hogy a békéről ismét felmerült a kérdéskör, hogy több ország összefogva szeretne tárgyalásokat kezdeményezni, ennek kapcsán Szaúd-Arábiában most hétvégén, 5-én, 6-án lesz egy nagy csúcs találkozó, ott lesz Ukrajna, Egyesült Államok, az Európai Unió több tagországa, de India és Brazília is. Nem lesz viszont ott Oroszország. Kérdés, hogy van-e így értelme ennek a tárgyalásnak, vagy ennek a csúcs találkozónak? Ugye a felsorolt országoknak egy része azokra Oroszország is úgy tekint szövetségesére. Tehát az úgynevezett BRIC, a Brazília, Oroszország, India és Kína országcsoport az ebben a kérdésben eddig is aktív volt már, és volt egyébként Dél-Afrikában is csúcs találkozó, és vagy lesz csúcs találkozó, ahol a nagy kérdés, hogy Putyin el tud-e menni. Ugye az oroszok nélkül erről a háborúról beszélni az hát meglehetősen egyoldalú dolog. Tehát hiába van ott a fél világ, hogyha az oroszok nincsenek ott. És a hétvégén egyébként Szentpéterváron volt egy Afrika csúcs találkozó, ott meg az ukránok ugye nem voltak ott, akkor ők is beszéltek a békéről, ugye Putyin ott mondta azt, hogy hát ők voltak éppen hajlandók lennének a béketárgyalásokra. De hát az ukránoknak és az oroszoknak kéne ezt a dolgot valahogy kisakkozni, és egyre mind a két fél úgy gondolja, hogy katonailag ő áll jobban. Felmerülhet-e bármilyen olyan taktikai lépés ezen a csúcs találkozón, ami ezt az összefogást erősíti, és esetleg Oroszországot egy lépés kényszerbe hozza, és itt most Szaúd-Arábia szerepére gondolunk. Mindenképpen, hogyha a kőolaj világpiacára csökkenne, az Oroszországnak nem lenne jó. Nyilvánvalóan. Ők ugye nyomotáron értékesítik a kőolajukat az európai és az amerikai szankciók miatt, de azért India és Kína nagy felvevő, de hogyha ezeket az árakat még lejjebb lehetne szorítani, akkor természetesen Oroszország anyagi veszteségeket szenvedne el. Ehhez viszont a szaúdiaknak kéne például többek közt egyébként beáldozni a saját jövedelmüket, ami hát nem feltétlenül áll az érdekükben. Nagy kérdés, hogy az amerikaiaknak van-e annyi befolyásuk a szaúdi vezetésre, hogy gazdaságilag irracionális lépéseket is bevállaljanak a szaúdiak, cserébe azért, hogy a háború egy kicsit nehezebbé váljon az oroszoknak, tehát ne lehessen olyan könnyen finanszírozni. Lehet-e bármit sejteni előre, vagy ott egy rögtönzött brainstorming lesz majd, egy ötletelés, és ezek a különféle érdekköröket is képviselő országok vezetői majd ott vetnek föl, vagy esetleg egymással tárgyalva hoznak össze egy olyan esetleg béketervet, vagy egyfajta tűzszünet felevezető tervet, amit az oroszok felé feltállalva közelebb lehet jutni ahhoz, hogy onnan is jön egy ajánlat, és akkor ezek a elképzelések esetleg egymáshoz közelítve végül eredményezhetnek legalább egy tűzszünetet. Minden résztvevő országnak saját érdekei vannak. És persze mondhatjuk, hogy mindenkinek az érdeke, hogy béke legyen, na de hát az oroszoknak is saját érdekeik vannak. Ők úgy képzelik el a békét, hogy megtartják azokat a területeket, amiket eddig elfoglaltak. Az ukránok meg eddig nem hajlandók, egyáltalán erről nem hajlandók tárgyalni sem.
Ebben az esetben szerintem nem várható az, hogy bármilyen áttörést következne be Szaúd-Arábia, mert miért pont ott következne be. Az áttörés az a fronton kell, hogy bekövetkezzen, így vagy úgy. És akkor valamelyik fél eldönti, hogy na jó, ebből nekem elegem van, akkor lehet elkezdeni tárgyalni. A végeredmény lehet az, azt a héten már több vendégünk is megkérdeztem, hogy, vagy már múlt héten is szóba került ez, hogy esetleg az eredeti határokhoz visszatérni, a Krímet hagyná, esetleg Ukrajna lemondana róla, és csak a 2022. februárja előtti eredeti orosz-ukrán határokat elfogadnák. Hát azok sem az eredeti orosz-ukrán határok, ugye, mert 2014-ben elszakították Donyeckit. Hát azért mondom, hogy a Krímet esetleg, hogy valamit mégis Ukrajna is engedjen, elképzelhető, hogy feláldozzák. Ukrajna korábban hajlandónak mutatkozott arra, hogy a Krímet kivegye ebből a tárgyalásból, és 15 vagy 20 évre befagyassza a mostani állapotot azzal, hogy nem adja föl a jogát a Krímre, de jó, rendben van, akkor most arról nem tárgyalunk, az majd legyen később. Jelen pillanatban az ukránok nem így gondolkodnak. Az ukránok úgy gondolkodnak, hogy előbb-utóbb oda fognak érni a Krím bejáratához, és amikor ott lesznek a Krím bejáratánál, akkor az oroszok hirtelen engedékenyebbek lesznek. Főleg, hogyha megszűnik ez a szárazföldi összekötés az orosz területek és a Krím között, és szét tudják lőni a Kercsi hidat, akkor a Krím nehezen védhető területté válik, egy gyümölcs lehullik a fán. Nem ilyen egyszerű a dolog. Ennek egyébként milyen akadálya van? Tehát a technika láthatóan már néhány támadást sikeresen kiviteleztek az ukránok rendelkezésükre áll, amivel akár megsemmisíteni is lehet, vagy legalábbis használhatatlan a tenni a hidat. Mi akadály van ennek jelenleg? Hogy annyira védik az oroszok, vagy milyen A híd egy nagy konstrukció, azt nem elég egyszer eltalálni egy valamivel, az nem úgy van, mint a második világháborúban, hogyha egy bomba ráesik a Lánchíd közepére, akkor Lánchídra nem lehet többé átmenni. Ez egy nagyon nagy híd, ezt sokszor kéne sok mindennel eltalálni. Az ukránoknak nincs olyan nagyon sok nehéz fegyverük, ami arra a távolságra képes elhordani, ez az egyik probléma. A másik pedig az, hogy az oroszok természetesen a Krímet sajátjuknak tekintik, nem most, hanem évszázadokra visszamenőleg, és hajlandók lehetnek esetleg atomfegyverrel védeni, és itt megáll a tudomány. Ebbre egyébként ugyanúgy folytatólagosan mennyire ad optimista kilátást lehetőségként az ukránok számára az, hogy pont most ugye a NATO segítségével 3 kereskedelmi hajó is áttört gyakorlatilag a Fekete-tengeri vonalat, amire korábban Oroszország ugye felbontotta egyrészt a kereskedelmi megállapodás, másrésztről fenyegetéssel élt, hogyha bárki megpróbálja ezt a vonalat áttörni, akkor ők bizony támadni fognak. Izraeli, görög és török grúz hajók most áthatoltak, ugye a fejük fölött ott voltak a védelmi bástyák, és Oroszország nem tett semmit. Vajon miért? Ez egy nagyon jó kérdés, nem tudjuk. Feltételezem egyébként, hogy nem akartak, Izraellel biztos, hogy nem akartak konfliktusba keveredni, Törökország, mert hogy annak egész más dimenziói vannak. Ugye Izrael nagyon óvatosan nem fegyverzi Ukrajnát, hogyha ez a dolog megváltozna, akkor az oroszoknak nagyon rosszul jönnek ki. Az izraeli légvédelem az egy komoly technológiai előnyben van az orosz rakétákkal szemben. Tehát, hogyha izraeli légvédelmeszközöket kapna Ukrajna nagy mennyiség, az megbontaná a mostani egyensúlyt már, amennyire egyensúlyról lehet beszélni. A törökök pedig NATO tagország, az ő hajójuk elleni támadás pedig a NATO elleni kihívás lenne, azt megint csak az oroszoknak meg kell gondolni, hogy miben mennek bele. Már hogyha most az ukránoknak lennék, akkor ez lehetett volna, ha esetleg nem is az volt valóságban, egy főpróba, hogy működik-e ez a módszer, és akkor lehet, hogy a következő kereskedelmi hajókkal én már nem élelmiszert, gabonaféréket, stb. Szállítanék be, és ki, hanem mondjuk kémeket vagy katonákat, és akkor már a tenger felől is tudnék támadni. Igen, a hajózási útvonalaknak a nyitva tartása az kulcsfontosságú egyébként mindenki számára. Tehát ugye az élelmiszer az a legfontosabb. Igazság szerint a fegyvereket eddig sem tengeri úton szállították, és nincs rá szükség, hogy tengeri úton szállítsák Ukrajnának a fegyvereket. Ezeket a kereskedelmi útvonalakat pedig azért lehet viszonylag olcsón, vagy hogy mondjam, viszonylag kis kockázattal nyitva tartani, mert ezek a Fekete-tengernek azon a partvidékén mennek, ahol a Duna-deltától ugye Románia is, meg Bulgária is, a NATO tag, meg Törökország is, tehát ott az oroszoknak viszonylag kisebb esélye van, hogy az oroszok ott támadást indítsanak ezek ellen a hajók ellen. A Duna-deltában mentek egyébként, nem Ogyesszába mentek ezek a hajók, hanem annál nyugatabbra megálltak az első ukrán kikötőnél.
hogyha ez működik, ez valóban precedens, akkor megnyílhat sok más hajó előtt az útvonal. Ha az oroszok ezt legalább hallgatólagosan elfogadnák, mert ugye hivatalosan nem fogadják el, de hallgatólagosan azt mondják, oké, rendben van, oda mehettek, akkor valóban egy kicsit könnyebb lenne az ukrán gabonának a nyugatra vagy a délre való exportálása. De ezek nagyon kockázatos dolgok, és a Fekete-tenger tele van úszó aknákkal, amiket aztán az áramlatok sodornak jobbra-balra. Visszatérve az esetleges béketárgyalásokra, vagy azok előkészítésére, Putyinnak mennyire könnyű vagy nehéz a dolga a tekintetben, hogy ő egyértelműen Oroszország egy személy vezetője, de az ő törekvéseit mennyiben befolyásolhatják az oroszországi híják is, úgymond, tehát akik azért nála még vehemensebb és még komolyabb tervekkel rendelkeznek, főleg a hadseregen belül, vagy mennyire befolyásolhatják azok az események, amelyek már voltak, és megújulóan vannak is, azért itt ott ilyen kis ellenállási gócpontok keletkeztek már az országon belül is, nyilván ukrán támogatással, amelyek pedig hát nyilván a háború befejezése irányába öröketik. Hát liberális ellenzéke nincs Putyinnak, aki volt, az börtönben van, vagy számüzetésbe kényszerítették önkéntesen, vagy sem, tehát nincsenek Oroszországban. Jobb oldalról van ellenzéke, tehát a háborút még jobban, még nagyobb erővel folytatni kívánok körében van ellenzéke. Ugye ezt mutatta a Wagner csoportnak a Moszkva elleni rövid nekibuzdulása, illetve a legismertebb ilyen háborúpárti bloggernek, a Girkinnek a letartóztatása. Tehát nyilvánvaló, hogy veszélyt jelentenek rá, és az látszik valószínűleg, hogy Putyin is érzi, hogy a hadsereg támogatása neki kulcsfontosságú. Ezért tartja meg Sojgu védelmi minisztert, aki nem bizonyult különösen kompetensnek a háborúban, Gerasimov vezérkari főnököt, aki megint csak nem volt nagyon éleskés a fiókban. Úgyhogy neki a lojalitás kulcsfontosságú, hogy aztán mikor változik meg a hadseregen belül a széljárás, azt nehéz megmondani, de az biztos, hogy hogy a fronton nem tudják leváltani az ott lévő csapataikat, hónapszámra ugyanazok az egységek próbálnak az ukránokkal szembe harcolni, az ukránok közben 3-4-szer forgatják a csapataikat, miközben az oroszoknál ugyanazok állnak, ez nem tesz jót a harci morálnak. És hogyha egyszer azok azt mondják, hogy na jó, ebből elég volt, menjünk inkább haza, akkor kezdődnek az igazi nagy bajok, de itt még nem tartanak. Hát meglátjuk, hogy eljutunk-e idáig, vagy sem. Mindenesetre köszönjük szépen Horváth Gábornak, hogy velünk volt, és segített megérteni a történéseket. Köszönjük szépen. Nagyon szívesen.